17. alkalom alatt át a Fejér megyei prímadíjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Fejérvár megyei szervezete. Az elismeréseket minden évben olyan személyek és intézmények vehetik át, akik saját területükön kiemelkedőt alkottak, teljesítményükkel példát mutattak. A gálának idén is a Merkur Hotel Magyar Király adott otthont, ahol a díjak átadásán túl fellépett Zsikó Zsuzsanna énekművész, az Agyva Banda, a Discover Band, valamint Vastag Tamás és Janicsák Veca fonogramdíjas énekesek. A műsor kezdetén a rendezvényen megemlékeztek a díj alapítójáról, a VOSZ örökös elnökéről, Demián Sándorról. Ők nagy szorgalommal, kitartóan és alázattal végzik munkájukat, ami meghozza az eredményt. Ők érzik és tudják, Orbán Viktor szavaival élve, hogy a világon csak egy hely van, ami megelőzi az eredményt, az a szótár. Ők érzik és tudják, hogy a jó munkának éltető, közösségformáló ereje van. Lenner Zsolt alpolgármester köszöntő gondolataiban elmondta, megvan az ideje a munkának és annak is, hogy megálljunk egy pillanatra számot vetni a mögöttünk álló időszakról. A városvezető a kis- és középvállalkozások fontosságát kiemelve hangsúlyozta, a vállalkozások munkahelyeket biztosítanak, beruházásaikkal egyre több családnak adnak megélhetést, és emellett a befizetett utarőzési adó lehetővé teszi, hogy a város folyamatosan fejlődhessen infrastruktúrában, sportban, kultúrában és az oktatás területén is. Köszönöm a szervezőknek, hogy ezt a példaértékű kezdeményezést Fejér vármegyében is továbbviszik, és csodálatos teljesítményeket ismerhetünk el, mind az év vállalkozója, mind pedig a Prima díjak átadásával. Nagyon örülök, hogy saját eszközeinkkel ehhez a város önkormányzata is hozzá tudott járulni. Mert hogy ideje van a munkának, és ideje van annak is, hogy megálljunk egy pillanatra, és számot vessünk a mögöttünk álló időszakról. A gálán fődíjat vehetett át 1 millió forint értékben a magyar sport kategóriában Szoboszlai Dominika Liverpool középpályása, akinek nevében édesapja Szoboszlai Zsolt vette át a díjat. Szintén fődíjban részesült a magyar építészet kategóriában Tibor Dávid, a Masterplus elnök vezérigazgatója, illetve fődíjat nyerte a magyar népművészet és közművelődés kategóriában Zsikó Zsuzsanna énekművész népdalénekes. Külön díjas lett Márfi Gabriel festőművész, a magyar képző és iparművészet kategória jelöltje, míg Hagymási László nőgyógyász, a Szent György Egyetemi Oktatókórház főorvosa a közönségdíjat vehette át. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős időszak volt az életünkben. Egyrészt azért, mert leköltöztünk Székesfehérvárra, Sándor már korábban eldolgozott a Sárétvidéke áfészen, amit amikor kinevezték, ugye először Gárdonyi áfész volt, aztán Bicskei áfész, onnan rögtön felismerte a SZÖVOSZ, a Szövetkezetek Országos Szövetsége Sándor zsenialitását, és akkor kinevezték a Sárrétvidéke áfészhez, amit Sándor azonnal átnevezett Gorzium áfésznek. Az ünnepség keretében adták át az idei év vállalkozó díjakat is, amelyet ebben az esztendőben Ács Balázs, Kró Iván, Kardas Beáta, Barda Gábor és Bezák Péter érdemelt ki.